Folytatódott az Ugorj be most színházi improvizációs sorozat, amelyet a nagy sikerű Beugró című televíziós műsor mintájára rendeztek meg. Az esemény jótékony célt szolgált azzal, hogy a teljes bevételt az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ működésére ajánlotta fel a szervező értékmentő csapata. Az eseményen Mészáros Attila alpolgármester hangsúlyozta, nagyon hálás az értékmentők csapatának és a színművészeknek, hogy már hosszú hónapok óta megszervezik ezt a programot. Nagyszerű sorozat indult el néhány hónappal ezelőtt, amikor az értékmentők az Ugorj be mostat elindították. Sok alkalommal már sok területen jótékonysági célt is megfogalmaztak a szervezők ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen az értékmentőknek a sorozat elindítását, a színészeknek, akik hónapról hónapra vállalják, hogy szórakoztatják a nagy érdeműt. A mai alkalom pedig az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ javára folyik majd be a bevételre. Azt gondolom, hogy nagyon jó cél lesz majd jó felhasználásra. Plecser Ádám, az iGenerációért Egyesület elnöke örömét fejezte ki, hogy hosszabb kihagyás után ismét megszervezték az előadást. Ezt azért hoztuk létre, hogy a Vörösmarty Színház színészeivel valami olyasmi programot is mutassunk, ami merőben más, mint ami a színházban zajlik, és hát az improvizációs színház, mint műfaj, ez nem volt még jelen. Azóta persze lettek többen szerencsére is, mert ugye ez egy jó műfaj, ezzel mi elkezdtük, és azt gondoltuk, hogy hát amúgy is mi egy gyakorlatilag egy olyan szervezet vagyunk, aki mindig segíteni akar, segíteni szeret, ezért hát mi lenne, hogyha az előadások bevételét valamilyen jótékonysági projektre vagy jótékonysági ötletre fordítanánk. Tisztel Henrik, az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ vezetője köszönetét fejezte ki azért, hogy a szórakoztatást összekötötték a karitatív akcióval. Az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központnak a befolyt összegből különböző vitaminok és gyógyszerek kerülnek vásárlásra, amiből azokat a családokat, azokat a döntően kisgyermekes családokat tudjuk majd támogatni, akik velünk kapcsolatban vannak. Nekünk egy nagyjából 1500 családdal van évente kapcsolatunk, akik nálunk gondozásban állnak, és ezeknek a családoknak a különböző adományok, vagy esetleg a húsvéttal kapcsolatos készülődési időszakában a kollégáimnak a szakmai munkájába lesz becsatornázva az a felajánlás, amit innen meg fogunk kapni. A színházi improvizációs játékban ezúttal is a Vörösmarty Színház művészei, Kis Diana Magdolna, Varga Gabriella, Krisztik Csaba és Tűzkő Sándor működtek közre.